akit ma egy kávéra hívtam, évek óta szerepel a médiában, de igazán országosan ismert akkor lett, amikor zsűri tagja volt egy nagykereskedelmi televízió tehetségkutató műsorának. Nem volt hatástalan a megjelenése. Puzsér Róbert, szia! Szia, Nóra! 8 év munkáját most viszont, már néhány hónappal a műsor után könyvformájában összegezted, Szélső Közép címmel, ilyen rádióműsorod is volt, ugye? És ilyen blogod is. Te vagy az, akinek a rádióműsorai általában és a műsorok, amiben szerepelt, kimentek alólad, és megszüntették, vagy megszüntettek? Most legalább van valami maradandó? Igen, ez tulajdonképpen nem más, mint a Szélső Középnek, mint kulturális brandnek a kivezetése. Tehát vagy fogalmazunk úgy, hogy most ért a csúcsára ez a brand, vagy fogalmazunk úgy, hogy most zárjuk le ezt a brandet ezzel a könyvvel. Igazából ne brandről beszéljünk, a Szélső Középről, mert végülis az ember, bár én megszoktam a nevét, mert tudtam, hogy van, de maga van egy ilyen önellentmondás ebben a szóban, tehát hogy lehet szélső, ami közép? Vagy hogy lehet közép, ami szélső? Ez az ellentmondás, ez látszólagos. Valójában arról beszélünk, hogy a mi kérdésre választ az adja meg, hogy közép, a hogyan kérdésre a választ az adja meg, hogy szélső. Ez azt jelenti, hogy ideológiailag a szemléletünkben alapvetően középen állunk, de ahogyan ezt megfogalmazzuk, az meglehetősen szélsőséges. Mármint ez ugyanaz a stílus, vagy ugyanaz a hogyan, ahogy te műsorokban, illetve zsűritagként is megnyilvánultál? Tehát, hogy egy konfrontatív, megmondó, őszinte és nem csomagoló stílusban vélemény politikáról, amiről nem nagyon szeretnék beszélni, vagy a gazdaság működéséről is, akár a médiáról is, kendőzetlenül? Pontosan ezt jelenti. Ezt jelenti mindenféle tabunak fittyet hányva. Ez egy beszédmód a Szélső Közép, és egy szemléletmód a Szélső Közép. A Szélső Közép, amely elutasítja az érdektelen és felszínes locsogást, a Szélső Közép, amely elutasítja a elitista, a hétköznapok nyelvétől és a hétköznapok emberétől idegen, elefántcsontoronyba zárkózó értelmiségi diskurzust, és a Szélső Közép, amely elutasítja a pártosságot és elutasítja a politikai pártoknak, illetve a gazdasági cégeknek a zsebéből való kommunikációt. De Robi, szerinted te azon a nyelven beszélsz, amit azok az emberek értenek, akik nem a elefántcsontoronyban élnek? Igen, én azon a nyelven beszélek, igen. Olyan fontos dolgokról beszélek, mint például Hankiselemér, vagy például Tamás Gáspár Miklós, viszont engem érteni is lehet, ez a különbség. Ugye, amikor a zsűritag voltál, akkor is a hogyan, amit mondtál, és ahogyan mondtad, az nagyon megosztotta az embereket. Akkor te nagyon óckodtál, de mégis belekerültél valamelyest a bulvár médiába, a bulvárba, amit nem szeretsz. Most viszont a műsor óta szinte nem is láttalak, legalábbis nyilvánosan. A bulvár Puzsért meg akartad szüntetni? Fel akartad számolni? Én a bulvár Puzsérnak el szeretném vágni a torkát, és ki szeretném véreztetni. Azt szeretném, hogyha mind a 6 liter vére kifolyna, és utána olyan mélyre szeretném elásni, hogy soha ne lehessen exhumálni. Én a bulvár Puzsérban nem hiszek. A bulvár Puzsér az én ellenségem. Tehát ha a bulvár Puzsért ki tudnám metszeni magamból, akkor azon nyomban megtenném. Nem! A bulvár Puzsérban nem hiszek. A Puzsér, ha használta a bulvárt valamire, akkor mindig arra igyekezett használni, hogy ott, ahol a pókfészkel, ott bent a bulvárnak a vermében, ott fejtse ki a kritikát, fogalmazunk úgy, hogy a bulvár olvasóival és a bulvár fogyasztóival szeretném nagyon direkt módon megosztani a bulvárral kapcsolatos ellenérzéseimet. A bulvár az egy nagyon-nagyon sötét, civilizációs defektus, úgy gondolom, tehát a kultúránknak az egyik súlyos betegsége, vagy a kultúránk betegségének egyik súlyos tünete a bulvár, én úgy gondolom. Ha használtam valamire a bulvárt, akkor erre használtam, hogy ezt kommunikáljam. Amikor véget ért a tehetségkutató, akkor én kivontam magam a nyilvánosságból, mert a nyilvánosság egyre a Puzsér és a tehetségkutató vonatkozásában egyre inkább elbulvárosodott. És én nem ezeken a frontokon szeretek kommunikálni, ezért aztán kivontam magam innen, egy
durván fél évre. Most pedig, amikor a könyvemet kiadom, és a könyvemet igyekszem promotálni, igyekszem ezeket a platformokat arra használni, hogy a könyvemnek egy esélyt adjak arra, hogy elfogjon. Sajnos a könyvpiac az olyan, hogy meg úgy általában a kapitalizmus olyan, hogy a terméknek a fogyasztása, a termék eladhatósága, az nagyon kevésben függ a termék minőségétől. A marketing az nagyon-nagyon nagy mértékben vette át a helyét a minőségnek. Egyébként ez hosszú távon a kapitalizmus válságához is elvezethet, mert ugye a kapitalizmusnak az életképessége az pont a kiválasztódásnak és a döntések, a piaci döntések, a fogyasztói döntések mechanizmusának a függvénye, tehát az lenne a nagy erénye a kapitalizmusnak, hogy a jobb marad fenn, hogy a jobb minőségű termék az legyőzi a rosszabbat. Tehát hogy itt egy evolutív kiválasztódás van, a la Darwin. De a marketing ebben nagyon-nagyon-nagyon csúnyán belecsinál, úgyhogy fogalmazza, keresztül húzza ennek a mechanizmusát. A marketing az tulajdonképpen egy olyan vírus ebben a gépezetben, vagy ebben a mechanizmusban, amely pont a lényegétől fosztja meg azt. De ugye azzal, hogy te végül is ebben a műsorban nagyon kontúrosan megtanítottad az embereknek a nevedet, gyakorlatilag azért használod mindazokat az eszközöket, amelyeket magad nem szeretsz, vagy magad éppenséggel, hogy is mondjam, hát méltóságon alulinak is találsz, de beépíted az eszközrendszeredbe, mert szerintem volt abban tudatosság, hogy kilépek nagy nyilvánosság elé, megtanulják, hogy ki az a Puzsér, eddig réteg műsorokban ugyanúgy megmondtam a véleményemet, de most már fogják tudni Záhonytól Szombathelyig, és utána, ha valamit én magam produkálok, nevezetesen 8 év munkáját összefoglalom egy könyv alakjában, akkor már talán jobban oda találok hozzájuk, nem? Tehát, hogy te is ugyanolyan rafkos módon. Így van, nem tudok tiltakozni ez ellen. A kérdés az volt, már amikor elvállaltam a tehetségkutatót, hogy azt a tévécsatornát én használom majd, vagy az a tévécsatorna használ majd engem. Tehát még nem dölt el neked utólag, hogy a mérleg pozitíve egyébként, hogy abban részt vettél? De várj. Azt tudom mondani, hogy én a csillagszületiket... De nem baj. Majd esetleg kivágod. Nem. Én azt tudom mondani, hogy én ezt a tehetségkutatót azért vállaltam el, hogy az egyéb projektjeimhez nagyobb nyilvánosságot, nagyobb felületet nyerjek. És mit csinálsz? Még mindig oda mennek hozzád autogramot kérni? Tudom, ezt nagyon szereted. Igen, nem, igen, oda jönnek el. Súlyos szereptévesztés szerintem, de oda jönnek, igen. És adsz? Hogy mondjam? Szerintem te a dedikálást tartod valamire, hogyha valamiben ott van... Legalább a könyvemet vegyék meg, és hozzák oda, és azt én örömmel aláírom, de nem hiszek abban, hogy egy cetlin, az én nevem, az értéket képez. Tehát abban nem tudom elhinni azt, hogy valakinek tényleg szüksége van arra, hogy egy ekkora cetlin a nevem rajta szerepeljen, és az én kezem írásával. Tehát ezt egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez valakinek is bármire is értékes. De van, akinek ez jó emlék. A nagy Puzsértól. Meg úgy vagyok, hogy ha az a Puzsér tényleg olyan nagy, akkor megveszem a könyvét és azt iratom alá vele. Ha meg mégsem olyan nagy, hanem most így éppen megláttam, akkor kitépek valami cetlit valami füzetből, és oda tolom az arca alá, és akkor én meg érezzem azt, hogy így nagyon köszön, nagy megtiszteltetés. Szóval, hogy mondjam, valahol... Jó, de végül is a szeretetet ne degradáljuk azért. Hát azért ebben van egy olyan fajta rajongás. Kinek szól ez a szeretet? Mindig ez a kérdés, hogy kinek szól ez a szeretet. Ja, hány, százalék, kérdélek... hány százalék tehetségkutató, hány százalék legnépszerűbb magyar televíziós logó, és hány százalék Puzsér Róbert? Biztos, hogy ez az egész nekem szól? Nagy a kísértés ilyenkor, hogy mindenki elhiggye azt, hogy ez az egész nekem szól. Én meg azt gondolom, hogy ha valaki mást, bárkit, random senki Árpádot ültették volna be az én helyemre abba a műsorba, ezeknek az autogramoknak, ennek a rajongásnak a 40%-át minimum ő is megkapná. Nem mondom, hogy és ha valaki nálam tehetségesebbet ültetnek be, nálam alkalmasabbat, akkor az meg megkapná a 140%-át ennek, amit én. Most mondjam azt, hogy ez én vagyok. Azt gondolom, hogy van szerepem benne, van részem benne, de egy nagyon nagy szereptévesztés az lenne azt gondolni, hogy ez az egész ez nekem jár, mert én valaki vagyok. Mert az az igazság, hogy... Egy pillanatig sem csapott meg ennek a szele, vagy ennek a képzete, hogy valamit visszaigazol a rajongás, vagy a népszerűség? Nem igazol vissza, de a rajongás és a népszerűség nem igazol vissza többé-kevésbé semmit.
Én azt megelőzően, hogy elvállaltam a tehetségkutatót, 2,5 éven keresztül gyártottam egy filmekről szóló rádióműsort, egy ilyen filmes kultműsort. Egy most már megszűnt rádiós frekvencián. 2,5 éven keresztül dolgoztam rajta nagyon keményen, bejátszásokat vágtam a filmekből, a filmzenéket bejátszottam, nagyon kvalifikált emberekkel beszélgettem, nagyon friss filmélményekről, tehát ezeket a filmeket mindig újra megnéztük, és földolgoztuk. Hát lett egy top lista, én is hallottam ezt még, ugye megboldogult rádiókafén ment többek között. Mondjuk ebből legalább lett egy rendezvénysorozat, és filmügyekben te most már azért határozottan képviselhetsz, és lehetsz véleménymondó, de szerintem oda akartál kiukadni, hogy hiába dolgoztál oly sokat azokkal, aprólékosan cizeláltam, ehhez képest egy mondatod a tehetségkutatóban mondjuk, mi ez az alpári? Mi volt ez a pusztító alpáriság? Az mém lett. Mert ez egy olyan minőségű megmondásnak tűnt, amilyen minőségű megmondás, vagy amilyen minőségű frontális kommunikáció eddig a médiában nem nagyon volt. Ez a média defektusát mutatja. De én arról akartam beszélni, hogy az a műsor 100-szor több intellektuális energiát, 100-szor több szellemi tartalmat hordozott, és 100-szor többet dolgoztam vele. Tehát a szorgalom, a tudás és a belefektetett mentális energia tekintetében egyaránt a sokszorosát, tehát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy a 1000-szeresét tettem bele abba, mint amit a Csillag születikbe, és mint amit a tehetségkutatóban, mindegy, most ez van. Tök jó, maradhat, volt kész. Jó. Tehát. És annak ellenére ebből lett a siker, mert a siker az nagyon-nagyon erősen kötődik bizonyos brendekhez, bizonyos fogyasztói szokásokhoz, és ezeket a fogyasztói szokásokat, ezeket a médiának a kreátorai, azok nem csak létrehozzák, alkalmazzák, ezek nagyon nagy részt megkerülhetetlenek. Az én számomra is megkerülhetetlenek voltak, és azért mentem el, és azért vettem részt ebben, hogy több kreditet kapjak, tehát hogy egyszerűen több zsetonnal tudjak játszani a rulettasztal mellett. Egyébként a médiát is elemzed itt több írásban, mert ugye arról is szó van, hogy azért, hogy az emberek többség, aki képernyőre kerül, magam is ugye azt szeretném, hogyha a műsort, vagy a beszélgetéseimet szeretnék nézni, érdekelni őket, és hogy engem is úgy elfogadjanak többnyire. Vagy az embernek fájnak először azok, aztán megtanulja, hogy nem lehet mindenkinek tetszeni. De hogy téged például ez sem motivált soha, hogy fogadjanak el? Nem. Én nem számítok, én senki se vagyok. A fontos mindig az, amiről beszélek, amiről szó van. 100-szor fontosabb dolgok vannak, mint én, ki vagyok én, miért számítok én, miért közérdekű az, hogy én ki vagyok, mit csinálok, kivel élek, jól alszom-e, mit eszem-e, ezek, vagy hogy egyáltalán szeretnek-e, vagy én szeretném-e, hogy szeressenek, ezek nem számítanak. Ez a hatalmas nagy közös szereptévesztés a médiában, amikor a médiában szereplő ember azt képzeli, hogy érdekes attól, hogy visszaveri a fényt a kamerába. Nem. 100 000 fontosabb dolog van, sőt, kizárólag fontosabb dolgok vannak, mint én vagy bármelyikünk. Ezekről a dolgokról kell beszélni. Én egy csatorna vagyok. Én rajtam keresztül egy információ jut át. Azoknak az információknak a tárgya. Az a fontos. Amiről éppen aktuálisan beszélünk, az a fontos. Robi, az visszafejthető egyébként, ugye te történelem szakon végeztél, de hogy az a fajta... Magyar történelem szakon végeztél. Ez a fajta beállítodás, attitűd, tehát hogy ez a frontális kommunikáció, a megmondás, ennek a kendőzetlensége, hogy ez fontos, hogy ez a csatorna lét, ez neked fontos, hogy ez mikor támad benned. Tehát van az embernek a kamasz lázadása, amikor borít és feketén-fehéren és véleménye van és indulatai vannak és meg akarja váltani a világot. Most csarkítok. De hogy most nem azt mondom, hogy te úgy maradtál, de hogy tehát, hogy mitől vált ez kvázi hivatássá, életmóddá, viselkedési stílussá, létezési formává? Én mindig is kívülálló voltam. Mindig minden helyzetben kívülálló voltam. Mindig minden csoporton belül kívülálló voltam.
ez nekem, ez az én számomra azt hiszem, hogy egy szerepkényszer. De ez egy fontos kritikusi kényszer, vagy egy fontos attitűd akkor, hogyha valaki kritikus és értelmiségi akar lenni. Én azt gondolom, hogy az értelmiségi létnek az alfája és az omegája ez az outsiderség. Hogyha már valahova tartozol, az már egy fajta korruptság, egy nyilvánosságért felelős értelmiségi számára. Tehát én egyébként világéletemben ezt csináltam, mindig is. Tehát, csak tehát régen... hogy néztél rá így a világnak az ő működésre, és gondolkoztál. És nagyon keményen és véleményeztem, és nagyon frontálisan kritizáltam, és nagyon keményen fogalmaztam minden egyes esetben. Csak amíg nem volt mikrofon a pofám előtt, addig egy sör mellett csináltam a haverjaimmal, többé-kevésbé pont ugyanezt. És abban a pillanatban, hogy egy mikrofon került az arcom elé, örültem, hogy de jó, ezt most sokkal többen hallják, de biztos nem sokáig, ahogy én adom elő. És aztán úgy is lett, és aztán lett egy még nagyobb platform, és egy még nagyobb platform, aztán a végén ott volt az arcom előtt a 3 milliós platform. Ez lett a tehetségkutatózás. De soha nem szabad elhinni, egyetlen pillanatra sem szabad elhinni, hogy ennek a folyamatnak én a célja vagyok. Ennek a folyamatnak én folyamatosan az eszköze vagyok, és csak az eszköze szabad, hogy legyek. És abban a pillanatban, hogy nem tudok valami érvényeset, értelmeset, frontálisat és értékeset mondani, és keresztül vinni azon a keresztmetszeten, amit médiának szokás hívni, akkor abban a pillanatban abba kell hagynom. És abban a pillanatban nem is lesz kár értem. Mert csak ez egy nagyon-nagyon súlyos értékválság. A probléma az, és ez az én jelenlegi outsiderségemnek az alapja, hogy ma a vélemény az nem, meg a frontális direkt közlés az egyszerűen nem trendi. Az a helyezkedés, a mindenkinek megfelelés, a mindenkivel egy kicsit jóba levés, jó pofizás, de kint is vagyok, bent is vagyok egy kicsit, ez a mai világ mottója. És én ezzel szemben határozom meg magam. És engem ez jogosít fel arra, hogy csináljam, amit csinálok. Hogyha lenne valaki, vagy lenne még 3 ember a médiában, csak mondjuk 3, amelyik azt csinálna, amit én, és úgy, ahogy én, nekem már nem lenne jó, amit lenni. És a kételj? Nevezetesen, hogy amikor állást foglalsz, vagy tükröt tartasz, vagy véleményt formálsz, a vajon igazam van-e, vajon jól látom-e kételje, az van? Vagy van, de, van ki... de nem a tévéstúdióban. Tehát azért ezt előtte illik átgondolni. Tehát, hogy az, nem ott és akkor az, hogy vagy mégsem. Tehát, hogy azért nem, az, már átgondoltam egyszer, és azt mondom, hogy de. De egyébként a kételj, meg a kételkedés, meg a minden megkérdőjelezés, az egy fontos dolog, az egy fontos skill. Csak ez, hogy mondjam, ez ne úgy jelenítődjön meg, tehát egy korrekt műsorban nem úgy jelenítődik meg, hogy mégsem, hanem hogy ott ül velem, mellettem egy beszélgető társ, aki meg azt mondja, hogy nem, ez nem így van, ez máshogy van, és ő is előjön egy nagyon erős véleménnyel, és akkor megkapja a néző ezt a két véleményt, és nem vonunk le konzekvenciát, hogy tehát, és akkor jussunk egy közös nevezőre, hanem kivezetjük a dilemmát a képernyő másik oldalára, és dönts el a néző. Mert felnőtt embernek tekintjük, és dönts el a néző, hát ilyen volt maga a Szélsőközép című műsor is, hogyha emlékszel Ellenpontra, aki az én kollégám és műsorvezetőtársam volt, mi általában egy-egy ellentétes véleményt fogalmaztunk meg, és rábíztuk a hallgatóra, hogy eldöntse, hogy vajon melyikünknek van igaza. Szerintem ez a jó, szerintem így érdemes kommunikálni a médiában. Ugye mostanában filmügyekben jársz, előadásokat tartasz, és csináltok stand-up tragedy-t? Tehát, hogy nem stand-up comedy, hanem stand-up tragedy. Aha. De az mi, vagy mennyire rokonítható ugyanezzel a frontális stílussal, vagy mennyire rímel arra rá, amit én most rólad gondolok, hogy színpadon csinálsz, és miért nem comedy? Azért nem comedy, mert a stand-up comedy Magyarországon valami mást jelent, valami olyasmit, ami egyébként Magyarországon kívül nincs is sehol, és egy súlyos félreértése magának a stand-up comedy műfajának. De a stand-up comedy az alapvetően nem azt jelenti, hogy valaki kiül, és, vagy kiáll, és jópofáskodik, és az emberek megnevetnek a viccein, meg vicceket mond el, hanem hogy átad egy nagyon erős ideológiát, átad egy közlést, aminek egy gondolati íve van, ami fontos elmondani,
amit fontos megérteni, és amivel magára szegezi a közönségnek a figyelmét, és ez időnként akár vicces is, és néha nevetnek. A Hofi nem ezt csinálta? A Hofi ezt csinált. A Hofi az ilyesmit csinált, igen. Tehát, hogy inkább Hofi... ahhoz nem visszatérni, de azt a fajtaságot akarod képviselni, és... De mi még annál is drámaibbak vagyunk, mint a Hofi. Tehát mi a Hofiban volt dráma egyébként. Igen. Tehát, hogy ő tudott drámát csinálni. Tehát nem ez az olcsó és hitvány jópofiskodás ment, ami a Schuder Club résztvevőit jellemzi, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, hanem ő tudta mozgósítani a drámát. De mi ennél több drámát viszünk bele ebbe, és... A lényeg mindig az ideológia, a lényeg mindig a statement, mindig a közlés, mindig valami gondolat, valami fontos gondolat, amit át akarunk adni, és amivel mozgósítani akarunk, és egyébként, ha nevetnek, hát nevessenek, ha besírnak rajta, hát sírjanak, ha felháborodnak, hát távozzanak, ez mind-mind-mind jó, és ez mind-mind-mind a tervünk része. Egyébként akkor, amikor ennyire közölsz, ugye az egy ilyen költés, hiszen odaadom mindazt, ami megszületett bennem gondolat, vélekedés, lenyomat, most, hogy ez egy könyv, vagy egy műsor, vagy egy stand-up tragedy, abban mindig adsz magadból, de hol van a töltekezésed? Tehát, hogy nagyon sok helyre mész mostanság, mikor vannak csendek? Szóval ez a vehemencia nyilván nem működhet 0-24-ben, vagy az alvási időt levonva, nem tudom én, 18 órában. Tehát neked mi az, amikor inspirálódsz, és csak, nem tudom, úgy belassulsz? Van olyan? Van. Gondolom, hogy van. De hogy én olyankor tölteném fel magam azzal, amit aztán elmondok, azt nem hiszem. Szerintem a világ, az így beárad az emberbe hosszú éveken, évtizedeken keresztül, amit az egész megy le a tudattalamba. A tudattalan az olyan, mint egy leves, tehát ott fő egy leves. Folyamatosan. És folyamatosan az ember az újabb és újabb élményekkel, az újabb és újabb impulzusokkal fűszerezi ezt a levest. Tehát azt szokták mondani, hogy 16 éves korodra kialakul a személyiséged. Onnantól már nagy vonalakban nem. Tehát 16 éves korodra kiderül, hogy ez most gulyásleves, bableves, húsleves, tehát ez most milyen leves. De ez nem azt jelenti, hogy az már nem változik, mert az még mindig el lehet sózni, az még mindig lehet ízesebb, tehát abban még mindig nagyon sok dolog kerülhet be, és amikor én beszélek, amikor én kommunikálok veled, akkor én merítek ebből, mindig ebből merítek. A töltekezés. Jó, most én ezt arra értettem, hogy aki ilyen fokon, hőfokon ég, vagy legalábbis a külső szemlélő számára lobog, annak van egy csendje. Mert hogy egyszerűen hogyha csak a fahasábokat nézem, akkor, hogyha nagyon nagy lánga lég, akkor egyszer csak elhamvad. Tehát, hogy utána kell rakni. Tehát erre gondoltam egyébként, hogy civilben nem lehet ilyen vehemensen folyamatosan létezni, vagy igen? Szerintem igen, én ugyanígy viselkedek mindig. És hogy mikor töltöm fel magam, nem tudom. De ugye, úgy kellett volna megkérdeznem, ahogy tőlem kérdezték. Te figyelj, Nora, ha már leülsz a Puzsira, kérdezd már meg tőle, civilben is ilyen? Igen. Egyébként igen, de tudom. Te tudhatod, hogy igen. Hát én tudom, csak igen. Gondoltam meg. Igen. Egyébként szerintem a médiával a legnagyobb probléma az, hogy a médiában szereplők azok megváltoznak a kamera hatására. Valamiért azt érzik, hogy el kell játszaniuk egy szerepet, és ez a szerep, ez a médiában szereplő megfontolt, megmondó ember, aki mindig, mert az felelősség ugye a média, ez a felelősséghez ugye fel kell nőni, és akkor eljátszanak egy ilyen televíziós hitelességet. Ami egy hazugság valójában. Pont az a lényeg, pont az lenne a lényege egy ilyen helyzetnek, minden mediatizált helyzetnek, hogy az ember felejtkezzen el a kameráról. Gondolom, hogy megfigyelted, mert rádióztál elég sokat, hogy minél inkább elfelejtkezel arról, hogy egy rádióban ülsz, és hogy előtted van egy mikrofon, annál jobb lesz az a rádióműsor. Ahányszor rádióztunk, egy csomószor megfigyeltük azt, és nagyon sokat röhögtünk rajta, hogy amikor éppen be van kapcsolva a mikrofon, akkor csináljuk a rosszabb műsort, és amikor ki van kapcsolva a mikrofon, és zenélünk a rádióban, és éppen zenét hallgat a hallgató, akkor, és közben mi beszélgetünk, akkor csináljuk a jobb műsort. És ez egy nagyon súlyos probléma, és ez ellen folyamatosan tenni kell, és ezen folyamatosan dolgoznia kell annak, aki a médiában dolgozik. Gondoltunk arra is, hogy megfordítjuk a két gombot, és akkor lesz a jobb műsor, amikor éppen kint vagyunk az adásból. Ez nagyon-nagyon fontos. A média
hazugság. Ez az alapvetés. Csak abban a pillanatban tudunk egy kicsit kilépni ebből a helyzetből, vagy egy kicsit igazabbá tenni a mediatizált közlést, hogyha ezt alaphelyzetben nulla kilométer kőgyanánt lefektetjük, hogy a média hazugság, a média nem a valóságot közvetíti. A média a valóságról közvetít egy hazug képet. És ha ezt kijelentjük, és ezzel tisztában vagyunk, és ezt az alapot megvetettük, akkor holnap talán csinálhatunk egy kicsit kevésbé hazug médiát, mint ma. De ez most itt nem volt hazug. Hát tudom, mondjad. Mi van ebben a pohárban? Nóra, mi itt kávézunk, ugye? Ebben a pohárban elárulom a kedves tévénézőknek, aztán majd kivágod, ha akarod. Ebben a pohárban víz van. Víz, ami egyébként jól esik, de nem kávé. Ebben pedig a teljes csészében pedig nincsen semmi. Hát a vizet érdemes levegővel fűszerezni, hogyha megfelelő ízhatást akarunk elérni. Figyelj, Robi, de én azt gondolom, de könnyeim is folynak, és ez most ez nem hazugság, hogy szerintem ez legyen a legnagyobb hazugság egy műsorban. Hogyha a televízió elkezdené azt kommunikálni saját magáról, hogy televízió vagyok, már egy igazabb dolog lenne, mint így, hogy azt kommunikálja saját magáról, hogy mi elhozzuk önnek a valóságot a szobájába. Jó, hát akkor lehet, hogy a valóságot nem hoztuk el, de azért én nagyon élveztem, hogy együtt gondolkodtunk. Annak örülök. Így szélső középen. Köszönöm, Robi. Köszönöm. És legyen így legközelebb is. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.